Nagygenerálra érkezett egy kocsi a szekszárdi autópatyolatba, ahol külső-belső tisztítást és klímakarbantartást végeznek az autón. Idén harmadik alkalommal rendeltek el Magyarország területén harmadfokú hőségriadót, hiszen több egymást követő napon is elérte az átlag hőmérséklet a 27 Celsius fokot. Ilyenkor az autóval közlekedők elinduláskor automatikusan a klíma bekapcsoló gombjához nyúlnak. A szakértők szerint azonban nagyon fontos, hogy legalább évente kitisztítassák a hűtőeszközt. Tavasztól őszig az emberek nagyon intenzíven használják a klímaberendezéseket, és hát ez sokszor azzal jár együtt, hogy előbb-utóbb valami kellemetlen szaga lesz a klímának. Ez abból ered, hogy a gépjárműben lévő pároloktató, azon lecsapódik a levegő nedvességtartalma, és utána, amikor megállítják a gépjárművet, oda a motor felől megkapja a meleget, és ez tulajdonképpen melegágya bacillusoknak, vírusoknak, gombáknak, tehát ezek nagyon jól tudnak ott szaporodni. Ezért kell évente legalább egyszer karbantartási munkálatokat, tisztítást és fertőtlenítést végezni a klímákon, lehetőleg a szezon kezdete előtt. Most a pollenszűrő tisztítás, vagy cserét azt évente ajánljuk, hogy ne így nézzen ki. Hiszen ha a levegővel együtt beáramló por, homok, kutyaszőr, falevél vagy akár virágszírom eltöméti a szűrőt, már nem tudja ellátni a feladatát, így a klíma sem lesz olyan hatékony. Valamint a kialakult gombák és elszaporodott baktériumok alsó légúti megbetegedést vagy akár tüdőgyulladást is okozhatnak. A Tip-Top autókozmetika ügyvezetője által mutatott pollenszűrőt már legalább 4-5 éve nem cserélték ki. Mészáros Zsolt elmondta, fontos, hogy ezek tisztításánál nagyon alapos munkát végezzenek a szakemberek. A gomba kialakulása és a baktériumok elszaporodása ellen azonban a gépjármű tulajdonosok is bevethetnek néhány praktikát. Hogy célszerű úgy használni, hogy elindulunk, bekapcsoljuk a klímát, majd mielőtt megállnánk egy 5 perccel előtte kikapcsoljuk magát a klímát, és csak a ventilátor levegőjét fújatjuk rá, mert akkor leszárad a hőcserélője, és így biztonságosabb a klíma, illetve tovább tiszta marad. A karbantartási folyamat körülbelül 1,5 órát vesz igénybe, amiben a hőcserélő vegyszeres mosása, az ózongenerátoros tisztítás és fertőtlenítés, valamint a pollenszűrő cseréje is benne van. A szakember szerint csak így érdemes elindulni nyaralni.